Na szevasztok, csak sikerült beesnem. 20 óra 30... Hello, cipős cár, Charlie! <sínt> Ó, Istenem, ezek nem is plázacicák! Bizony, <sínt> mind a butik. kettem. Butik kurvák, mit mondjak még? Hát hihetetlen. Divat majmok. Egész, Egész nap ezt néztem a Facebookon. Cipőpipa. Cipőpipa! Nálam is, nálam is, nálam is. Hova menjek cipőért? Mit csinálj? Oh, oh, Jaj, most. hát azért remélem, hogy nem szakadt hihetetlen. le az ujad, mikor így rá kellett bökni a kurva kliensedre, hogy lenémítsad, vagy valami, hát öregem. Nem tudom, én bementem a dorkóboltba ezelőtt 40 évvel. Vettem egy sötétkék tornacipőt, nekem az azóta működik. Ennyi. Na jó van, de mújó és én ö, el nem tudom neked hát mondani, milyen mi intergalaktikus jó leszünk. Nem, nem, nem. Iszonyúan föl lesztek öltözve. Én meg megyek a cicás pólomba. Mindegy, nem érdekes. Hát szíven Igen, a harmadik. Igen, te leszel majd Igen. a negatív példa, így kiállítunk, hogy te így, így lepillantasz, így, így lesütöd a szemedet, a kezeidet összefonod, és látjátok, na így nem lehetett volna jönni. Oh. Kellett már egy cipő, mert, mert a régi az outdated volt. Úgyhogy. Kellett a francnak cipő, de hát muszáj. Na, hát most már megint jön ez a izé. A inkább adásban nem mondom, mert sértődés lesz belőle. Nem baj, de most már szép tíz évente vehetsz egy cipőt, nem? De. Hát most ez nem, nem Szoktam, olyan. Szoktam, de az alkalmi cipőkkel van csak problémám, tehát. Pedig Nekem néha is emberek közé is kell járni. Hát ö, remélem körülöttem tömeges házasságba csap mindenki, hogy öt évente, öt évnél gyakortabban. Ne, ez nem ez szép beszélni. volt, szóval öt, évnél öt évnél gyakortabban. Oké. Okay. Ne csak öt évente legyen alkalmam használni azt a cipőt. De egész klassz cipő lett igazából úgy, hogy törvényszéki cipőnek se lesz rossz. Hegyes vagy nem? Hegyes? Törvényszék. Hegyes. 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 Krisztián, lehet, hogy ugyanolyat vettünk. Mert én is ugyanott Ó, voltam. Mintás a Nem, nem, nem. Az enyém mintás, mert hogy Kingának is ilyen varrott mintás a és így összeöltözünk. Aha. Makkos bolyt van rajta. Már Persze, akkor szipő, hogy ne. Súlós nadrág, mi kell még? Ó, borogas, szerelmes Istenem. Na ezen kívül mi volt veletek? Jaj. Én nem tudom. Kezdem én, mert én nem tudom, és eszembe se fog jutni. De én most biztos idő... eszedbe fog jutni. Tud idő... vagyok. Ezt írjuk föl, Fifi, azt mondta, eszembe se fog jutni. Esküszöm, ezt... eszembe se fog jutni. Időbuborékba nem vagyok hiszem... jövő em... szerdáig, úgyhogy... Nem Most el. mondjam vagy hallgassam el örökre, tudom. Hallgassd el örökre, szerintem. <kül> Mondjad már mújó, mert csak megy a perc. De, de tényleg nem. Semmi. Sem az élet a világon semmi nem jut eszembe. Mondom, én egy ilyen időbuborékba vagyok jövő szerdáig, és teljesen, kész vagyok, teljesen. Mert múltkor adásnapon voltunk ö kézműves nyakkendőért? Megsült gesztenyért? Igen, igen. Uh -huh. Oké. Okay. És Fifika? Ó, hát én tegnap sortáltam a, a kínai nagykövetség előtt. Tehát hajnalok hajnalán keltem vonat IC Budapest. És uh, nagyon fittül, korrektül ment minden, tehát egy szavam nem lehet egyébként, mert tényleg. Tehát olyan hivatalt láttam már, hogy 8 perc elnyitás előtt kinyitnak. Micsoda. Az hülyes Micsoda. A szülyeség. Én is azt mondtam, hogy hop hop. itt Tudod, Hogy nyitná, nyitná az ajtót, így húzná befelé a rácsot, fifika <laughs> meg így kintről így tépi vissza. Az nem lehet, nem létezik. Nincs 9 még kilenc óra. Mit akar? Mit akarsz? Mit akarsz? Nincs még 9 óra. Mit akarsz? De egy nagy cselencs volt egyébként uh, ennek ellenére, és uh, hát 30 rugó a kínai vízum. Uh, az sürgőség. még jó, hogy lehet kapni, bazd meg Ja, hát sürgőség. Hát vár, várj, 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 vár. sürgőséggel 30 rugó, tehát így kiszámoltuk, hogyha megint így össze kell jönnünk uh, Budapesten még egy alkalommal, érted, még egyszer az úti költség, az idő, a tararam, tararam, Szóval nem érte volna meg, és így nem. Tizen... Kínába érettségi találkozót tartani. Igen, és így fél tizenkettőkor érted, a kezedben nyomták a kis bepecsételt vízumodat, úgyhogy most boldog vagyok, mert február, nem tudom én, akár hanyadikáig bármikor kétszer beléphetek Kína területére. Ja, mert és... ez nem is úgy van, hogy izé, hogy érvényes két évig, aztán akár hányszor? Á, nem. Ó, Na, semmi magunk. kínai ingázás, pedig mennyire szeretted S volna? Semmi, zé, hogy reggel mész Kínába, és te meg Nem. Nem, nem, nem. És ami nekem pozitív ö, volt, hogy utána elmentünk egy, ha már kínai nagykövetségen voltunk, elmentünk egy tájföldi étterembe ott a, a Dunaparton. Valami csili, táj csili vagy nem, nem, tudom, valami esmi étterem, és az annyira autentikusan táj volt gyerekek, hogy az valami eszméletlen. Tehát, hogy így a királyi, pár, képek fényképe... A ne, a királyi pár fényképe a falon? a fényképe a falon, tényleg tájszakácsok fekete ruhába, ilyen nagy ö, üveg kalickába sütöttek, főztek. Honnan tudod, hogy nem vietnám? És uh, tájnak És most az kérdező. valami eszméletlen volt, ahogy, az. Uh, ahogy összerakták a kaját a szemed előtt. Egyrészt, másrészt pedig olyan ízeket éreztem, amit még éle, életemben nem. Tehát, hogy tudod, nem ez a Ó, oké, ez is egy ilyen, mit tudom én, magyarított kínai konyha, vagy, vagy akármi. Nagyon, na, tényleg mindenkinek tudom ajánlani, hogy ez valami eszméletlen. Jó volt, aztán hazafele jövet meg, ö, hát egyszer így beregisztráltam az HBO Go oldalán, és hazafele jövet meg, fölhívott az HBO go egy, vagy gótól egy egy nő, és kötöttem egy HBO-gós szerződést csak az internetes tartalomra, mert hogy van egy jó pár sorozat, ugyan már régóta nem beszéltünk sorozatokról, de hogy van egy jó pár sorozat, amit én az hbo meg szeretnék nézni, ugyan van előfizetésem, de ki a fene tudja azt kivárni, érted, meg, meg akkor leülni a tévé elé, amikor megy az HBO-n, úgyhogy kötöttem egy előfizetést, négy hozzáférést adnak 1990 ér egy hónapra. ez itt a reklámhelye. Oké, okay, lehet, hogy a reklámhelye, de hogy nekem ez így megtetszett, és akkor nézhetjük a, az a HBO-s sorozatokat. Mondjuk engem most ez az ifjú pápa tüzelt föl egyébként, illetve van két HBO saját gyártású magyar sorozat, amit én még nem néztem, és meg szeretném nézni, mert jókat hallottam róla. Úgyhogy valami nagyjából ennyi történt. Egyébként mindez a tegnapi nap, tehát ennyi. Hát ez és Charlie, veled mi történt? Uh... Magam elé veszem a, az én által, és csak Várj, én által. El, el, ne borulj, el ne borulj, mint a matrioska baba. Szóval előveszem a roadmap-et, és igen, a meghívottakat kifaszáztuk, a vendégeket kifaszáztuk, és nem jelzett vissza baromi sok meghívott. Azokat kitöröltük. Előre. Hát nem egyelőre, Krisztián, hetedike volt a ja, határidő, igen, határidő igen, úgyhogy azokat én teljesen kiürítettem, és föltöltöttük, tehát mindenki, aki késve is akár, de szeretett volna részt venni a vetítésem, az el fog tudni jönni. Egy darab kérdéses user van, de csak azért, Fifika, ezt neked mondom így, hogy azt majd le kéne ellenőrizni, mert itt két darab jegyet igényelt, vagy nem jegyet, hát ö, meghívót, ugye, részvételi szándék, 5000, az utalásnál volt 2000, tehát az még egy ö, belépőre is kevés, úgyhogy őt nem érvényesítettem még. Aztán, ö, aztán mi volt még? Ö, Krisztiánnal voltunk az Urániában. Igen, 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 igen. Ö, elhoztam ma, elhoztam a fotófalat, illetve hát csak a vásznat, egy falat, fotófalat. Igen, hát az a. nem a. nem a. de a lakás is kicsi, de a fotófal baromi nagy, tehát amikor ugye levideóztam és átküldtem nektek, hogy ilyen szobából nappaliból szobába, így, így átlóg az egész, hú, hát azért az. az parádés. Baromi jól néz ki, de természetesen volt velük egy challenge, hogy tulajdonképpen a 20 nap. Az, az, nem úgy van, hanem az elfogadás az nemrég volt, és akkor tulajdonképp nekünk van igazunk, de hát tudod, meg ismert, én vagyok az ügyfél, na mindegy, nem mondtam el nekik. És még reggel jött egy e-mail, hogy mégsem menjünk ma, mert valami még a színkalibrációval, nem egy fifika egyből beugrottál, bazd meg a színkalibrációval, hogy jaj, bazd meg, egy, 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 cél, egy C... CMYK-t elküld neki az ember PDF-be, és bazd meg, ezt is el tudják kurni. És akkor most lebuktak, mert azt mondták, hogy tegnap elkészült, de akkor ezek szerint elkészült, csak szarul. Nem, és nem, utána meg... Charlie. Várjál, várjál már egy picit. És utána mégis, elvileg, ha szar lett, akkor mégis meg tudták csinálni egy fél nap alatt az egész mókát. Tehát. Ah, Csáli, biztos vagyok benne, hogy az az egy készült belőle, amit elhoztál, csak nem időre. Érted? És akkor ilyenkor jönnek az ilyen... ilyen De azt nem mondta iszonyat... volna tegnap, hogy már mehetek be, érte. Igen, ez ilyen iszonyat uh, faszkalapdomák, hogy jaj, volt valami szinkalibrációs problémánk, meg meg izé hozé most épp le, leállt a nem, gép, lehetett meg elment az Lehetett áram, érezni meg... egyébként, mert még kibontottam, megtapisgoltam, és, és éreztem rajta, hogy friss még a, a, a dolog. De mindegy, itt van, itt van, úgyhogy már csak pénteken kell elmenni a a hardwareért vagy hogy mondjam, a rácsért, amire felrakjuk, meg... Váz. Igen, a váz, és két akkora kurva nagy bőröndel adják, ilyen gurulós kerekes bőröndel, hogy hú, nagyon nagy. Meg... Azt, azt most megnézted, meg megérdeklődted, hogy akkor van szabad keretük? Ott és volt hogy ki... ne, 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 várján, nem lesz színkalibrációs várján... probléma a kerettel. Ott volt kirakva, tehát azt mondta, hogy ez az, kiszedték, rápróbálták, fasz Uh, ez van, és én holnap elmegy... Várjál, holnap? Igen. Holnap elmegyek az Uránia elé. Miért 9-én megyek az Uránia elé, mújó? Mert... Tadadadam, tadam, taram, 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 fotópályázatot hirdetünk. taram. Nem, kilencedikétől Nem? mindkettő. Mindkettő. Ah, oh, akkor két napja kint van a molinó. Igen, hát ne, 7 uh, igen, mert van 8 a van. Hát elvileg csak nem akartam ilyen felemást oda. fényképezni, úgyhogy <coughs> azt meg fogom nézni. Sőt, holnap tudod hova mész még, Charlie? Mm, nem. Ruhapróbára, el ne felejtsd. Megy a tököm ruhapróbára, te hozod el a ruhát, nem? Igen. Hát mi a pöcsömről beszéltünk, hát a ruha... nincs ruha próba már, el kell hozni. Annak hívják. Mit, hogy elhozod? Jó, hogy megyek és elhozom, igen. Gondolom, lehet, hogy arra gondolnak, hogy ruha próba és akkor el is hozod, de én akkor oda megyek, és akkor elhozom. Mi jól van? Igen, okay. csak akkor majd akkor azt úgy konfiguráljuk, hogy ugye az, az kétszer annyi, mint a vége, azt te tudod, nem mondjuk ki, mínusz a kaució, Igen. és akkor majd azt valamikor majd fussunk össze még aznap, hogy hogy el tudjam hozni tőled, és akkor én oda is <höhö> adom a kest. Azt majd be is írom ide, hogy ruha Okidoki. az nem azt jelenti, hogy az a az teruháidat a... hozom el, és kimosom őket, meg kivassalom, hanem a smokingot. Varsz rá ma macis bigyót a térdére, perc. Ö, az a fura egyébként, hogy engem oda rendeltek 10 -re, aztán téged 11-re, úgyhogy lehet, hogy tényleg egy ilyen próbával egybekötve akarják, hogy jól sikerült-e a, de... a, a nadrághoz, meg ilyenek, de hát nem érték mi? meg minden. Hát azért nem értem, azt mondta, hogy csak el kell hozni? Igen. Na mindegy, én oda megyek, aztán akkor majd lebeszélem velük, hogy mi a pék van. Jó. Legfeljebb fölpróbálod a Charlie ruháját, ennyi. Igen. Ja. És akkor tudod így, hát körülbelül egy ilyen nagyobb, itt meg két újnyival, ott, á, jó lesz ez szerintem. Csak arra, azt nézd meg, jó, hogy tényleg ne az legyen, hogy 248 as mert azzal nem lesz Igen, az mindenképp, mert vagy magadra veszek kettőt. Úgyhogy ez volt, meg, meg hát egy ilyen úgy nézett ki a dolog, mint, mint mikor egy távol keleti szigeten ülsz a parton, és látod, hogy a, a hullám, a víz, az így csöndben így, így elkezd hátrálni. És aztán, hogy tud, tudod, hogy most valami nagy rossz jön, és aztán hirtelen látod a több száz kilométer per órával felét süvítő vízoszlopot, mint egy 30-40 méter magasan, és tudod, hogy jön a cunami, itt valami kurva nagy baj lesz. És ez történt a héten, ugye? Ugye? Billion Lives Fronton. Ugye? Igen. Ugye? Hogy ne ö, menjünk túl messzire, onnan indult a dolog, hogy ők nem annyira akurátusak, mint mi. És azután intézik a vízumot, miután a repülőjegy, meg minden szírszar megvan. És benne van ebben... Ez hát öreg hiba. Ez De öreg hiba. Benne van az a probléma ilyenkor, hogy bármikor azt mondhatják, hogy dupla fuck you, és valaki kimarad a szórásból. És egyszer csak jött egy Aeron videó, szét volt csúszva, és egy ilyen két... Perc... fáradt volt. Szegény, fáradt igen. volt, és egy ilyen két perc múlva mondja, hogy hát... Davidnek elutasították a vízumát. Mondom, miho mely, tudod, meg, hát mi is lemaradtunk az elejéről, mert éppen valamit csináltunk. E és aztán gyorsan nézzük a közepétről, és csak ezt halljuk, hogy vízum, vízum, meg mondom, nem engedtek be senkit, de aztán kiderült, hogy csak Davidet nem engedték be. És ez e az indok a legzseniálisabb, ami a következő live kiderült, mikor már úton voltak Indiába úgy döntöttek, Becsakulás hogy... Becsakolás előtt a reptéren, igen. igen. igen, Úgy döntöttek, hogy lesz, ami lesz, David is elmegy velük, aztán majd valahogy kiadja magát a játék. Szóval az volt az indokuk, hogy <coughs> el van mosódva az útlevélben Davidnek a képe. Megmutatták a videóban is, még a videón keresztül is látható volt, tök jó volt a kép, föltették a weboldalra, tök jó volt a kép, aztán mindenki eldönti, hogy ez most csak ilyen szívózás, vagy összesküvés elmélet, vagy a fene tudja micsoda. Na mindegy. Ugye úgy indultak, hogy Milwaukee Ball busszal oda. Hova? Nem? nem A repülőtére. Igen, a repülőtére. Ez a jó. Ott mindenkivel összetalálkozgattak, és akkor onnan Isztambul, Isztambul, Új Delhi, és akkor úgy lenne a trip, hogy... Simán úgy... Delhi. Nem, szerintem új Delhi. De ezen nem akadunk fön, India. És akkor onnan vissza. Isztambul, Magyarország. És egyszer csak megjelentem egy csoportban, ami ne... Várjál nem. Mindig ez a szabadítsátok. Rescue így, David Görlitz Group. Igen, igen, igen. Rescue David Görlitz Group. Na gyorsan Krisztiánt is berántottuk. És az volt a lényeg, hogy hogy ugye úgy néz ki a dolog, hogyha ilyen több átszállással, vagy csak egy átszállással mész, és mondjuk te mennél Isztambulból Indiába, akkor már a vecsekkoláskor ellenőrzik, hogy te oda valóban beléphetsz-e. És azt mondták, hogy tehát neked nincs érvényes. Akkor utána pörögtek egy sort, nem sikerült sehogy elintézni, és akkor jött létre a Rescue David Görlitz Group, és, és akkor elkezdtünk ötletelni, hogy mi legyen, hogy legyen, és végül is azért is írtam ki én még akkor a weboldalra, hogy csuriba az újakat, két dolognak ö, lehetett volna értelme. Az egyik, hogyha be tud menni Indiába, a másik pedig, hogyha. Ö, hát nagyon. Már az induláskor ö, szerintem nagyon kellemetlenül érezte magát ö, emiatt, és mondta, hogy hát ő olyan lesz, mint Tom Hanks a terminálba, hogy csak úgy majd el lesz egy hétig. De hát az, az, az mújó, te is láttad, vagy beszéltük, hogy hát az, az embertelen, mondjuk egy fél napot is alig bírok ki a tranzitba, nem, hogy öt napot. Jó. És, és akkor felvetettük, hogy jó, akkor legyen az, hogy David jöjjön ide, próbálnak intézni neki szállást, kimegyünk érte a reptérre, és ez vasárnapról körülbelül hétfőig ezen, nem, szombattól hétfőig ezen ment a challenge, hogy most akkor hogy lesz, mint lesz, már úgy volt, hogy jön, és akkor melyik járat, hogyan, mint, és aztán kiderült, hogy mivel ők ilyen csoportos jegyet vettek, ezért nem lehet megbontani, mert akkor mindenkinek ugrik a jegye, tehát nem csak annyit buknak, hogy ő neki pluszba lesz egy Budapest jegye, meg, meg itt öt nap szállása, hanem, hanem akkor mindenkinek elugrik a jegye a búsba. Úgyhogy abban maradtak, hogy, hogy David ott marad Isztambulban, ott béreltek neki hotelt a. A reptér környékén, és. És akkor ő most ott, héderelget derelget négy-öt napot. De de hát előtte is, utána Szegély. is mondta, hogy, jaj, hát ez neki olyan kellemetlen, meg hogy, jaj, de milyen rendesek vagyunk, hogy segíteni akartunk. Meg írt nekem privátba is, már szegény szerintem már annyira unatkozott tegnap is, hogy, <laughs> hogy, hogy hát úgy, úgy beszélgettünk este, tudod, hogy, hogy hogy még egyszer szeretném megköszönni, hogy ennyit próbáltam segíteni, meg mit tudom is én. Hát mondom, ez abszolút, tehát én nekem annyi lett volna tényleg, hogy kimegyek a reptérre, meg elviszem, meg utána szórakoztatjuk. Ja, azt megjegyezném, Krisztián végig csendben volt a Rescue David Görlitz grubban. Az első értelmes értel... Hát az nem volt értelmes. Első kommentje ez volt Krisztiánnak. Na mondjad akkor magyarul. Mi? Mire gondolsz? Hát ez a... Hmm, fogd fel úgy, David, ez tök jó, legalább elmegyünk, és bebaszunk. Ne. Krisztián, ez volt a lényeg? Ez igen. volt a lényeg. Né. Igen, igen, igen. Hát, ha innen nézzük, akkor igen. Igen. Na szóval tegnap már kérdezte, hogy, hogy milyen idő van Budapesten, akkor lesokkoltam neki, hogy hát itt 37 Fahrenheit van, Esik az eső, oh, azt mondja neki csak egy. Azt mondja, akkor kidobom a bőrönből a, a szandát, meg a ezt a flip flop papucsot, arra nincs szükség. Mennyi az idő? Hát mondom 10.35, mert az este fél 11-kor irogatott. Azt mondja, majd meg, majd meg cippan egy kis gulyásér. Ó, oh, hát mondom, a gulyás része a hivatalos programunknak minden esetre ezt tárold el, majd utána megjegyeztem neki, hogy egyébként a feleségem nagyomája, rettentő jó gulyás, és gondolod, elmehetünk hozzá. Itt a Nóri szívinfartus kapott, hogy ne akarjuk majd itt kerítőként használni. Ne mondom, de hogy is nem, nem visszük le, nem visszük le. aztán még kicsit beszélgettünk erről a, erről a médiás mizériáról is. Utána szerintem bevágta a szunyát, de itt még írt egy pár mondatot, amiben volt bastards, volt. Uh, volt disturbing, disgusting. Uh, ja. Ezt még ki fogjuk vesőzni egyébként. A disturbing, disgusting bastardokat. Uh, én, én arra gondoltam egyébként, hogy ott, uh, ott mindenképpen lenne értelme annak, hogy a Q&A-be ha más nem, akkor mi ö, csinálnánk ö, ezzel kapcsolatban, a témával kapcsolatban ilyen kis ö, podcastba illő anyagokat a Daviddel. Kérdés, ahhoz teljesen jó ötlet. <kül> és, ö, és úgy lehetne talán a legjobban megoldani, hogy még nekünk se kelljen utána semmit dolgozni vele, hogy ugye lesz ott nekünk egy tolmács. És akkor majd úgy tesszük fel a kérdést, hogy mi mondjuk magyarul, tehát, ha hallgatja valaki a podcastet, akkor nem kell majd al alá narrálni, vagy feliratozni, mert nem is tudnánk, Igen. csak narrálni. Vagy nem kell narrálni, mert akkor majd lehet hallani a magyar kérdést, ő majd válaszol angolul, a tolmács válaszol magyarul, tehát akkor meg lesz kicsit hosszabb lesz az anyag, de, de legalább akkor, akkor mindenki birtokában lesz a tudás. Baromi sok kérdés felvetődik bennünk ezekkel a témákkal kapcsolatban is. Mert azt hát... a VAU-díj visszaküldő sztorit, azt mindenképp körül kell járni. Igen, 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 igen. Ö... Mert hogy meg megtudhattuk azt is, hogy én ezt nem tudtam egyébként, hogy ugye David Görlitz miután dohányzás visszaszorítási aktivistává vált reklámarcból, díjat kapott a WHO-tól a dohányzás visszaszorítása érdekében végzett munkásságáért, pont ugyanolyan kitüntetést kapott, mint nemrégiben a mi miniszterelnök úrunk Orbán Viktor ugyanúgy a WHO kitüntette őt is, és annyi a különbség, hogy David Görlitz miután az utóbbi években figyelgette, hogy a WHO mit művel a, a, a dohányzás visszaszorítása és az elektromos szigaretta üldözése terén, gondolt egyet és visszaküldte nekik, hogy közsrácok, de tőletek ez inkább mégse kell. De ezt majd körüljárjuk, hogy mi is volt ez. Krisztián, uh, ami még eszembe jutott, és ami egy iszonyat nagy challenge volt uh, péntektől egészen tegnap éjszakáig, uh, arról is beszélhetünk szerinted itt egy picit? Mire gondolsz, Charlie? Hát az gondolsz? a rengeteg-rengeteg olvasás, gépelés. Ja, persze, persze, miért a be beszélünk? Fuck yeah! Tenni. Szóval... Hát nem, ez mentem a hétvégém, de megígértem, hogy nem beszélek róla, úgyhogy most csak <laughs> fogok beszélni róla. Jaj, Tudt, jaj, jaj, csak jaj. eszembe Igen. jutott valami. Nem, semmi. Majd Én szóval... csak a farvizen. Szóval az volt, hogy csütörtökön talán, vagy pénteken vég... Nem, pénteken, pénteken és a, az nálunk helyi idő szerint már késő volt, mert náluk ilyen délután kettő környéke lehetett a Milwaukee Times szerint. jó? Közben itt leesik, a telefon lecsúszik. Ö, szóval küldött a Baxter, vagy a, vagy a James talán egy levelet, hogy, hogy ö, itt van a, a magyar felirat, amit már tudod, te is, meg én is milliószor kértünk, hogy, hogy egy reviewra, tehát ne legyen már nagyon magyar talan a dolog. És ú, itt van végre, elküldik. Egy darab DOC formátumú fajt kaptunk magyart. 122 oldal. Nálad, nálam 127 volt. De maradjunk annyiban, hogy igen, 120-on van. Végre Office-ba 120. Office 122. Igen. És. Krisztián, uh, akkor hála istennek nem volt gépnél, mert szerintem úgy kellett volna hogy gép plusz defibrillátor. Uh, a, nyolcadik, a nyolcadik képkockánál már nem volt jó. Konkrétan az első mondatban. Igen, igen, igen. És mennyi volt összesen 1680 sor? Ha jól emlékszem. Mármint ilyen szövegblokk. Igen, sorvan, a igen, szövegblokk. Önálló <laughs> szövegblokkja. Igen, és akkor gyorsan, hú, ezt akkor ö, csak közösen tudjuk megcsinálni, ö, akkor töltsük föl Google Drive-ra. Aha, jó. Hát nem lehet átkonvertálni, mert nem tudja megcsinálni. Ennek neki futottam vagy ötször. Aztán utána copy paste tel nagy nehezen sikerült a negyedik verzióra és akkor utána elkezdtünk, Blacky, euh, Mújó és én elkezdtük darálni az elejétől, aztán az, hogy nem megy, mert mindenki javított az elejétől fogva, akkor ilyen húsz oldalanként felosztottuk. <kül> aztán végigmentünk még egyszer, a másiknak megnéztük ugye a, az ötletét a fordításra, arra rákommenteltünk, és aztán rájöttünk, hogy ez így kurvára nem jó, Mújó, mert hogy nem tudjuk a szöveg környezetet. És aztán jött az, hogy, hú, hát kéne az angol is. <laughs> Ugy, hogy... Igen, igen, mert voltak olyan részek, hogy ez ugyan magyarul értelmes, de ez elképesztően fura, muszáj megnézni, hogy mi volt eredetileg. És ja, ugye a legtöbbször az volt. Ö... Bocsánat, Magyar a legtöbbször. volt benne. Igen. A legtöbbször ugye az volt, hogy. jó, nem emlékszel, hogy 10 perc környékén miről szólt a film? <laughs> hát nem. Ez most ki mondja? <laughs> igen, igen, igen. Ez most bevágás, vagy ez férfi, vagy nő vagy. Ö, és én baromira kíváncsi vagyok, és ezt meg szeretném majd kérdezni, hogy az, aki az, aki ö, biztos nem kevés pénzért ezt megcsinálta, hogy ő, hogy ő ez ő hogy magyar, vagy, vagy valami, vagy nem tudom. Szóval megcsináltuk így a fordítást, aztán átolvastuk, ahol nem volt világos ott az angolból átfordítottuk magyarra és magyarosítottuk és. Ö, és a végén, az, legyen mondjuk 160 oldal, ez biztos, még LibreOffice, meg Doc, meg mindenben is, a 160 oldalból 55 oldal lett javítás. Már hogy nem úgy, hogy javítás itt-ott, hanem, mert ugye mi megcsináltuk, mi, hogy mondják ezt, Krisztián? Ö, lelkiismeretesek voltunk, és kifaszáztuk, aztán átolvastam, abban még volt egy pár elgépelés, azt neked visszaküldtem, te legeneráltad, doc TXT-ben, ODT-ben, bezippelted, elküldted, átküldtem Baxternek, majd visszaírt Baxter, hogy ö, ez jó, csak úgy kéne, hogy miről, mire... Hát mondom, de mi az, hogy miről, ja, bárján, mire? Mi, mi volt az első kérdésem, amikor megkaptuk a feliratot? Hogy igen, szeretnék a javítást? Igen, igen. Hogy... Csak a javított részeket, vagy egyben az egészet kijavítva? Ah, menjen egyben. Igen. Nem okay. lehetne mégis inkább úgy, hogy csak a módosítás? Ó, oh, vake. Okay. Igen, akkor utána Krisztián egy skriptel azt, azt kiganézta. Um... Programozó power, összemerseltem a kettőből. A diff, diff, csináltam egy diff scriptet igazából rá és, és a, na abból lett az, tehát az 55 oldal, az töményen 55 oldal hibás szöveg volt benne. Hát úgy hibás, hogy magyar talan volt, na, magyar talan volt. A Krisztián, mondjál egyet, ami megragadt az agyadban. Eldohányzás. Hát ez nekem is zseniális. Eldohányzás. Jaj. Úgyhogy lesz meg benne... A korán meghalok. Igen. Lesz benne elektromos cigaretta, lesz benne e -cigi, lesz benne vaper lesz benne gőzlér. Hát csak vicceltünk, gőzlér nem lesz. A végén ott lesz, hogy egy sink szinkent korrektid. Egyébként én olvastam a, a... hazudok. Tehát úgy nagyjából az első negyedét olvastam a nyersnek, és utána, amikor végeztetek, ugye végigolvastam az egészet. És amikor én az első negyedet olvastam, engem iszonyúan irritált ez a, ez a mindenhol, ez az E, e cigaretta, E dohányzás, E izé, E faszom, E ez, E az. És amikor végigolvastam a, a kiavítottat, akkor már egyáltalán nem ö, volt ilyen érzésem. Tehát egész néha más volt. én se tudtam, én se más tudtam más hogy már ki, a ki beszél. Igen, 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 igen. Fasza lett nagyon amúgy. Most már elolvastam a filmet, most már meg is nézzük. Vagy majd hallod a filmnél, majd itt, így... oh, de unalmas, itt csak oh, azt halljuk. Ezt már olvastam. Tudod, majd azt halljuk, hogy az az én sorom, az az én sorom. Igen, igen, igen. Ezt már olvastam. Ja, úgyhogy fú, baszott nagy challenge volt szerintem, és akkor az volt csak a szerencse, hogy, hogy ezt mind éjszaka tudtuk csinálni, illetve hétvégém az neki tudtam szentelni, és tényleg volt egy olyan napunk vasárnap, hogy délután egykor Krisztiánnal hangout, bekapcsolódtunk, olvastuk, és délután hatkor bontottuk a vonalat, és addig olvastuk, ezt mire javítsuk, szerintem az a jobb, erre nem, oké, okay, az mégis úgy jobb. Hú, meg, ott már, már mindent láttam. Akkor ugye a sort ne úgy törjük, hogy csak sima enter, Ö, hogy férnek ki a szavak, meg, meg nem jó az, hogy azt írják, hogy hallod, mikor a angolról magyarra lefordítják a, a biliönt billiárdra. Hát de a. Na. Hát igen. Ilyenek voltak. Na mindegy. Így volt. így... Ott, ott a vasárnap, ó, hát előző nap már annyi, mind a hárman végigmentünk, elláttuk a kis észrevételeinket, egy másfél óra alatt csak végzünk vele. Aha, persze. <laughs> igen. Én abban reménykedem, hogy nem basszák el, és nem a régit rakják bele, mert akkor. hát én még mindenképp szeretnék belenézni, mikor pénteken megyünk a. a, a akkor film. már mindegy lesz igazából, de legfeljebb nem hát, szombaton kapunk színt. Ja, hagy. hát annyira annyira nem, mert éjszaka még mindig oda tudunk menni a haveromhoz, hogy itt van a film, itt van a szöveg, és akkor csinálj belőle DCP-t. Ja, tényleg, elkészült gyerekek a izé. Ú, elkészült a hat darab ö, intrónk, tudod, mikor a színpadon leszünk Aha. a bevezetőbe, és. Hat darab, 10 másodperces ö, hát kép gyakorlatilag, csak egy fade in, meg egy fade-out van rajta. Kettő giga. <laughs> az így elég metal. Ja, úgyhogy az is elkészült, azt is be fogjuk akkor majd vinni. Mm, ö, úgy fogjuk összehangolni a dolgokat, szerintem úgy lenne a jó, hogyha hat Tomóka téged föl tudna venni, hogy nekem ne kelljen bemenni, hanem én egyből a nulláson tudjak menni, az tökre jó lenne, és akkor ott mondjuk a reptéren uh, tudnánk találkozni előtte a Mekinél. És akkor csak akkor mennénk a parkolóba, amikor. Aha. majd nézzük, hogy na, most száll le a gép, akkor oda megyünk, mert baromi drága ez a rohadt parkolás, és, uh, és akkor akkor kiszállunk. Tessük távcsővel a tél, nembert. Jaj, de bolond vagy nem, hát erre apjaim vannak, amiket direkt megvásároltam, ilyen. Be tudok menni oh. a fülkébe, és akkor látom, hogy milyen magasan van, tudod, mint egy repülőgép szimulátor. Mutatja, Aha. kurva jó, kurva jó. <coughs> Úgyhogy majd akkor én úgy, úgy gondoltam, <coughs> hogy ott még kummantunk egy picit, nem szólunk, bár nem jeleztek vissza még mindig, hogy mit szeretnének, hogy, hogy esetleg péntek este valami vacsora, vagy valami, vagy szombatra tervezni valamit, hogy akkor, akkor bekummantunk a moziba, megkérdeztük a fiúkat, ugye mújóval, hogy még kint lesz akkor a vászon elvileg este kilenckor, hogy akkor majd Éron, figyelj már, nézd már, oda hallod, Éron gyerek, nézd már, meg mi van ott. <gül> oh! <gül> <gül> és akkor gyors. vagy vagy lehet, hogy azt kéne, hogy a, a többieket meg a családot bevinni Tomi a, a, a szállodába, és, és csak mi maradnánk ott, Éronnal is, másolnánk hát a filmet, ezt még nem tudom. De hogy... Na, szerintem fáradt lesz mindenki ott a 8 óra repülő útat követően. Igen, csak már akkora időzóna ugrás nekik, ha bár India. Ja. Az nem annyira vészes, az négy és fél óra difi, az, az, az még működik, de csak hát hosszú az út. Hát igen, csak nyugat felé repülnek, tehát nekik hosszabb lesz a nap, és azért lesznek fáradtak. Ja, ja. Na mindegy. Ö, <kül> azt még majd megkérdezzük tőlük akkor, hogy mit meg hogy szeretnének. Egyébként nagyon rendesek voltak, és mindenki nagyon hálás az, hogy ennyit próbáltunk segíteni Daviden írta Éron, hogy, próbálnak akkor járatszámot küldeni, meg, bármi mást, amit tudnak, de az a baj, csak mindig Robert ezik. Majd ezt tudatosítani kell benne, hogyha valaki azt mondja, hogy Charlie, az én vagyok, Robert, hogy, nincs a Davidnek telefonja. Tehát, hogyha, hogy így, ha ő jönne egyedül, akkor minden ki van írva angolul, hát mondom, azért a reptérről a, a szállodáig, hát nem nagyon, én mondom, azt még megoldjuk, hanem hogy nincs telefonja, tehát azt úgy kéne, hogy tudod, amikor kijön a tranzitban, mi már elkapjuk. Öh, öh, hogy csak nem esetleg a háttérhatalmak. Ő, öh, ön David Görlitz? jöjjön akkor velünk. Öh, na, én már baromira várom. Most megduplázom a nyugtatóim számát, hogy tudjak aludni. Addig is. Ja. És ugye a, a, az, bocsánat, még ráfűzök, az is egy érdekes momentum volt, hogy ugye a Davidnek megtagadták a vízumkérelmét, és másnap ö, kitették Éronék, na arra se volt időm, hogy még azt kirakjam a, a magyar oldalra, hogy a, a sajtót is bannolták az eseményről. De még hogy? Ö, De még hogy? A, a legszebb, a fe, a, az a felvetés volt, amit úgy beszélgettünk, tudod, magunkba, hogy, hogy az volt a kérdésem feléd, hogy esetleg azért rendezik ilyen picsa messze Indiába, hogy mert ugye a Csajnak is ez volt a gondja, hogy a Kanadából eljöttem idáig, repültem ennyit, nem kevés pénzért, majd utána nem engednek be. Tehát, hogy mit tudom is én, elmenne száz ember, teoretikusan, elmenne száz ember, ha Európába lenne. Indiába elmegy mondjuk tíz. Ott már nem olyan nagy balhét tudod, hogyha tíz embert így kitiltogatnak a picsába. Nagyon nagy balé és nagyon kivadnak akadva, és ma megint volt balhéj, úgyhogy... A ma itt nem láttam még. Az a, az, az ultra durva ebbe az egészben, ez megszokott egyébként, tehát évről minden második évben, amikor van ez a gyűlés, ez történik, hogy a, a, az érdeklődőket, a sajtót, mindenkit kitiltanak. És van egy szavazás, ahol egyhangúan mindenki, aki ott van, megszavazza, hogy igen, tegyük ki a sajtó szűrét és most volt először a, az a Fate Goldie nevű ö, hölgyemény, akinek a Rebel Médiától sok bejelentkezését lehet ö, nézegetni online, ő most volt először ilyen WHO rendezvényen, és ő kiakadt, mint a kakukosóra. hogy ez mégis hogy sajtószabadság, és akkor fogta magát, és elkezdte levadászni a kanadai delegációt. Mert ugye akik itt vannak, ezek javarészt ö, adófizetői pénzen oda küldött közhivatalnakok, mint ugye tőlünk is. Tehát az adófizetők fizetnek azért, hogy ezt az egész rohadt rendezvényt megrendezzék, oda mennek, és hogy Kanadában, ahol ugye sajtószabadság van, adnak arra, hogy átlátható közigazgatás legyen, stb. stb. legyenek nyilvánosak a viták, ezek, a, ezek az alapvető értékek, amiket tiszteletben tartanak Kanadának, és elcsípte a kanadai delegáció tagjait is, hogy, hogy önök mint kanadaiak, a kanadai delegáció mi történik önökkel, hogy elutaznak ide, és megszűnik a sajtószabadság? Vagy hogy hogy, hogy voltak képesek ezt megszavazni? No comment. Ja ne, és várjál. Hát mi... Nem, mert először azt mondta, hogy, hogy önök a, az adófizetők, tehát a mi pénzünkből jöttek ide ki. Én jöttem ide interjút készíteni önökről, vagy önökkel, hogy mi történik a zárt ajtók mögött, és nem hajlandó válaszolni. És a nő még annyira se volt rutinos, tudod, mint a magyar politikusok, hogy mindig azon a folyosón telefonálnak. Semmi. Úgy ment bazd meg, mint egy zombi. Meg, nem is hallanak Igen, igen. És aztán bazd meg elé áll, mögé áll, oldalról dugja a mikrofont, szemből. Na és a végén nagy nehezen, és akkor hogy adok egy névjegykártyát, majd hívjon fel föl a, a igen, minket. igen, és akkor, de hogy értse meg, hogy no comment. Hát az anyát picsálja a no de, de, az -e ilyen, hogy kérdezi tőle, hogy elnézést a maguk szervezetébe van bármi helye az önálló véleménynek, eltérő véleménynek? No comment. <laughs> ez, ez, a két mondat, ez mindent elmond a WHO ez a visszaszorítási keret egyezményének a, a gyűléséről. És 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 a mai események azok még durvábbak voltak, a, fú, elfelejtettem, hogy melyik magazintól, a Daily caller egy, egy újságíró ö, fogta magát és bement mégis, átlépte a fehér csíkot, bement és leült, hogy ott protesteljen, hogy sajtószabadság. Oda mentek a biztonságiak és kilögdösték, de mint, a, mint egy burlesque filmbe ő így dől hátra és így próbálja tartani magát, azok meg tolják. Tolják kifelé, és ott ilyen elképesztő mérges fejek körülötte. És aztán jön ott valami WHO-s csávó, és letépi a sajtóigazolványt a nyakából. Az igen. Konkrétan szépen. letépi a sajtóigazolványt a nyakából. És közben fél Goldi persze, ugyanúgy a. a az előbb említett hölgy ott serte pertelőt, és akkor megy, és elő a mikrofont, és akkor most mégis mi történik itt? Hogy gondolják ezt, hogy letépik? Hát maguk úgy is mint a gyerekek. Hát, ezt így, ezt így nem lehet, és ezért nem gyerek vagyok, újságíró vagyok. Szeretnénk tudni, hogy, hogy mi van. Én ja, közben mondja a csávó, hogy hát adja már vissza a sajtóbelépőmet, legyen szíves, még itt még azért vannak helyek, ahova elmehetek, és, 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 az nekem. Ja, forduljon a sajtóirodánk vezetőjéhez, és, és, és a többi. És közben Fét Goldi meg megy hátulról, és hogy próbálja a csávót tolni a mikrofont, és így konkrétan hátra lök el, majdnem ellöki a nőt. És így akkor megkérdezi a, 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 az újságíró faszon, hogy milyen ember maga, hogy egy nőt löpdös, Mi, mi van itt? Mi van itt? És akkor rettentő rossz angolság ott a VAU sávó mondja, hogy hát ez a szabály, nem érti, hogy ez a szabály. Ha én Amerikába megyek, és a rendőrség nekem azt mondja, hogy ezt kell csinálni, akkor azt csinálom. És akkor így látszik, hogy elkerekedik az összes újságírónak a szeme, hogy ember, maguk nem rendőrök, mi a fasz képzelnek magukról? És hogy így, te, te, teljes, teljes ilyen, ilyen, ilyen el, el vannak száva, és annyira brutálisan, arrogánsan bunkon beszél, hogy, hogy egészen elképesztő, hogy a, 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 mi pénzünkön, az adófizetők pénzéből az a 180 ország delegátjai oda mennek, hatalmas luxusba, luxus körülmények között mindenkit kizárva, semmiféle információt ki és be nem engedve, azt hiszik, hogy ők szarták a napot, vagy nem tudom. Egész. Ezek az emberek döntenek arról, hogy 6,5 milliárd embernek milyen irányba menjen a, közegészségügyi szabályozások kapcsán az élete. Tehát komolyan egy gem kapcsot nem bíznék ezekre a rohadékokra, nem hogy ilyen feladatot, hogy erről döntsenek, egészen hihetetlen. Nem látszott a videón véletlen a Ezért szellemi vezetőnk? Nem, néztem, néztem Á. pedig, de nem. Na nagyon kis részt lehetett csak látni ott az ülésteremből, úgyhogy nem, nem. Tudod, mi jutott erről nekem eszembe, hogy húzam A villanykörte összeesküvés. Tehát ott is, így, így, így vannak é, igen. ilyen hatalmas nagy konszernek, meg, meg, meg vállalatok, akik így eldöntik, hogy mi legyen. Itt is, így zárt ajtók mögött, így eldöntjük, hogy hogy mi a fasz legyen, meg no comment, meg kilögdösünk. Hát csak ennek, ha, ha, ha ezt nem ezek csinálják, akkor ezeknek trösztellenes perek a végei, meg ilyesmi. De itt ezt szabadon megtehetik. Ja, és a durva még elcsípett a, 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 a Goldi még egy másik fazont, aki így higgadtabban próbálta neki elmagyarázni, hogy hát nézze, mi, minden két évben ez van, teljesen bevett szokás, erre azért van szükség, hogy távol tartsuk az egésztől a dohányipar befolyását, és a dohányipar képviselőt. És akkor így néz rá a fét Goldi, hogy és így mutatja az igazolványát, hello, újságíró vagyok Kanadából, semmi közöm a dohányiparhoz, miről beszéltek? Ha de ez akkor is azért van, hogy mi van? És akkor így fújják, fújják, fújják a hülyeséget. Hi hihetetlen, hihetetlen, és ugye a legnagyobb vicc az egészben az az, hogy az ENSZ-nek egy szervezete a WHO, és az ENSZ-nek megvannak az előírásai a policingre, a mindenféle ilyen iránymutatások és szabályok megalkotására, és ott írja a az ENSZ, hogy átláthatóság, számonkéretőség, nyilvános vita, stb. És ezt így mind, mind, mind a dohányipar képviselőinek a, az ilyen minden bokorba ellenséget látnak című dolog, erre fogva, hogy nehogy itt a dohányipar itt véletlenül befolyásolni van, mit tud egy megfigyelő befolyásolni? Tehát ha megfordítjuk, hogy mit mondanak, akkor igazándiból mindenkit kizárnak, mert ezek az emberek annyira korruptak, de hogy véletlenül ott legyen valaki, aki megkorumpálhatja őket, mert is, iszonyú, iszonyú, fú. Hétfőn beszélgettem egy, egy nyugdíjas dohányipari szakemberrel, és valahogy följött közöttünk a szó a, a, a WHO konferenciáról. És akkor mondta, hogy Úristen, azt mondja, hogy is mondta, egészségügyi fasizták. <laughs> tehát azt mondja, hogy úgy képzelem el, hogy a, a korai WHO konferenciákon még azt gondolták a dohánytermesztők, tehát nem a... A dohánygyártókról beszélünk, meg a multinacionális cégekről, hanem a dohánytermesztőkről. Szerencsétlenek azt gondolták, hogy hogy őket majd beengedik egy ilyen konferenciára, és úgy vágták ki őket, érted, mint a macskát szarni. Tehát, hogy, hogy nem, nem. Hihetetlen, zárt, korrupt és, és egy. egy, egy Ellenőrizhetetlen számú arrogáns szemétpagás. Tehát a dohány, a, önmagában a dohányipar sokkal ellenőrzöttebb, ezt mondta. Hogy a dohányipar sokkal átláthatóbb és sokkal ellenőrzöttebb, mint a WHO uh, dohányzás ellenes csoportja. Tehát ez, ez egy katasztrófa. Olyan brutálisan föl kéne ezeket számolni, hogy ez hihetetlen. Ezek életveszélyesek. Hihetetlen. Élősködők, konkrétan. Paraziták. Oh, én De azt hiszem már az ECG-ről is jelent meg valami állásfoglalásuk, tehát uh, ugy, ugy, ugyanazokat a, a fasságokat szajkozzák. Mint a Mefi KB. Mind, Én igen, igen, tehát onnan, tehát nem tudom, Mint ki Mint egy kintől, kírlák, igen. Igen. <laughs> Tehát, hogy a copy-paste az honnan, hova ment annak idején, de, de nem, nem tágítanak. Itt van egyébként, és súlyos problémák vannak ezzel az egésszel, ezt azt hiszem, a múltkor már nem maradt idő rá, hogy beszéljünk, a John Britton, M. McNeill, Linda Bolt, tehát ezek azért az elektromos szigaretta kutatás terén jól csengő nevek, és az Egyesült Királyság dohánytermék és alkohol tanulmányok központjának, vagy kutatás központjának a, a, a sajtó közleménye és nyilatkozata volt az, amit ők így összehoztak, és közben még Clive Bates, Jean-François Etter, Farsalinos Doki, Peter Hayek, Polóza, Professor David Színő, tehát is sokan az ismert kutatók és nevek közül uh, ellenőrizték a, a doksit, és ők hoztak ki egy ilyen összefoglaló kritikát a WHO idei uh, cigaretta uh, tanulmányáról, illetve ajánlásairól, mert ugye két évvel ezelőtt is volt valami, és uh, köze nem volt a valósághoz. És azon, hogy már-már majdnem egy lépéssel közelebb kerültek a tényekhez a, 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 tények a WHO-nál, de még, még mindig nem. Tehát a, a WHO dokumentum, az még mindig veszélyforrásként definiálja az elektromos cigarettát, nem pedig a megoldás eszközeként. abszolút teljes mértékben képtelenek arra, hogy megbecsüljék a, a, a valódi kockázatait? Megint notóriusan elfelejtik a dohányzással összehasonlítani a, az elcigarettázást. Teljesen fölfújják a nem létező passzív elcigarettázás problematikáját, mesterségesen kreált problematikáját. Tökéletesen figyelmet se vesznek azokról a bizonyítékokról, amikből látszik, hogy az elektromos cigaretta igenis segít a dohányzással való felhagyásban, tömegeknek segít. Figyelembe se veszik. Nem foglalkoznak azzal sem, hogy az elektromos cigaretta marketingje, eddigi marketingjének a, a túlnyomó többsége tényleg néhány kivételtől eltekintve, mert egy-két idióta e, forgalmazó és gyártó azért volt e, a világon, aki hülyeségeket csinált, de hogy a, a, a marketing túlnyomó része az semmi egyéből nem szólt, mint őszinte tényeket felvonultató promóciót a kockázat csökkentéséről. Nem érdekli őket. A, azt sem veszik észre ők se, tehát tényleg szerintem nem tudom, hogy baromi jó lenne ezeknek a levelezését látni, hogy, hogy miféle kis sunyulások mennek, mert ahogy nálunk is ugye az ízesítések, ott is abszolút nem veszik figyelembe, hogy az ízesítések elengedhetetlenek ahhoz, hogy, hogy működjön az elektromos cigaretta. az elektromos cigarettának a piacát notóriusan a dohányiparral mossák össze. Az, hogy itt független cégek tucatjai, százai vannak mind a kutatásfejlesztésben, mind a forgalmazásban, akiknek az ég a világon semmi közük nincs a dohányiparhoz, nem érdekli őket. Úgy készítenek ajánlásokat, hogy hogyan kéne szabályozni világszerte az elektromos szigaretta kérdését, hogy semmiféle elemzés nem csatolnak hozzá, hogy milyen következményei lesznek, várató következményei lehetnek ezeknek a, 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 a dolgoknak. Abszolút figyelembe se veszik a, a, a nem várt negatív következmények lehetőségeit, és utolsó, nem, utoljára, de nem utolsó sorban négy olyan tanulmányra épül, ami a mai napig nem került nyilvánosságra. Tehát a, az a négy tanulmány, ami a VMU megbízásából készült, és megalapozta ezt a förmedvényt, amit megint összehoztak, nem nyilvános jelenleg, még mindig. De úgy úgy döntenek róla, hogy úgy fognak dönteni kint ugye Moszkvában, Moszkvában két évvel ezelőtt voltak, tehát Delhibe, hogy a nagyvilág nem tudja átolvasni, átnézni ezeket a dolgokat. Krisztián? Mi szándékuk? Igen? Azért, mert olyan bonyolult összefüggések és matematikai képleteken alapul ez az egész, ami, amit nem lehet elmagyarázni sajnos. Tudod? Nem, hát egy, még egy összelapátolt hazugság gombóc, és nem szeretnék, hogy ez, mint ahogy a kis GIT a gyűlése ugye most Delhi-ben, vagy bárhol, amikor éppen tartják, pont ahogy azt nem szeretik, hogy bárki oda jöjjön, és, és, és beledugja az orrát, hogy itt mi is történik, pontosan ez is olyan. Ne nézze ezt itt senki se. Nincs itt semmi látni nyilvánvalóan. A... Ja, ja, ja. Szakértők nyilvánvalóan pillanatok alatt ízekre szednék, ahogy így is nagy vonalakban, mert maga a, az ajánlás az megjelent, csak az, amire alapozták az a négy tanulmány nem jelent meg még nyilvánosan, de hát orzalmas. Mint hogyha a Minefink írta volna az egészet, kb. olyan. De és, és ilyen azért megy el egy kicsit már pozitívabb irányba, mert ö, vannak benne olyan mondatok, hogy az elektromos cigaretta ö, egészségügyi célok felé előre lépést jelenthet, amennyiben a dohányosok tömegesen váltanak át rá, majd abba hagyják a használatát. Tehát mi az, hogy majd abba is adják a használatát? Ha nem hagyják abba a használatát, az nem hatalmas közegészségügyi előrelépés. Hát dehogy nem. De hogy ilyen, 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 már majdnem sikerült tényeket közölni, de aztán hozzák a jó formájukat, mi vagyunk a who Nehogy már, nehogy már hiteles és megbízható információt közöljünk. Brutális. Ez hosszú szöveg volt, bocsánat, de itt most gyorsan végig szaladtam a kis összefoglalójukon. Megbocsátjuk neked, Krisztián, hozzá szoktunk már. <laughs> Szombaton olyan rövid leszek, Jaj, jaj, várjuk, még láttam én már karonvarjút. Igen. Krisztián, hogy így az... Jó, és akkor, hát most már nem maradt csak annyi időnk, hogy megnézzük az intrót. Sziasztok! Vagy azt hogy... tudod, oda megyünk az afterparty helyszínére, és látjuk, hogy Mujo így lesz a szarja, se a vendégeket, se a kiemelt támogatókat, így mindenkit így félrelök, hol a mikrofon? hogy csak annyit akarok még mondani, hogy ezt a számot küldeném, nem én Tibornak, és, és akkor elkezdeni darálni egy ilyen, egy ilyen két órás stand -uppal. Nem is kéne zene, a zenét így lehúznánk, jó gyerekek, döglött a buli, Krisztián meg csak mondaná, múltkor ez még bennem ragadt. <sítható> <sítható> és el előadom rappelve, Charlie mögöttem meg beatboxol. <sítható> Hát ez zseniális lenne. Szóval, hogy pontot tegyünk a VH-ra, úristen, de jó lenne, ha pontot tehetnénk a VH-ra. A VH-ra nem pontot hogy, kéne, hanem földet. Hogy olyan ez az egész, mint egy mint egy rossz kabaré. Csak, csak sajnos nem az. Igen, igen. Csak sajnos nem nem kabaré, és nem jó. Jaj, Rasszus. én most már majdnem elaludtam. Nem néztem már hetek óta Sorot, hát azt néztem, mondjuk hazudtam. De... Elkezdtem a Shield-et. Már mi az, hogy elkezdtem? Az új évadot? Hát, nem. Hát én még egyetlen egy rész nem néztem. Atya úristen! <laughs> Agents of Shield, Jézusom! És akkor... No, Shield egy... vagy Agents of Shield? Kis nem lopod el a fülhallgatómat. Hallom. Mert nem mindegy. Hát te, persze, hogy nem mindegy. Tehát most a harmadik részben leamortizálták a repülőgépet. Jaj, ez nagyon jó. Hát te... bazd meg. Ja, hogy minden részbe leamortizálják. De ebbe szerepel a Coulson ügynök, és persze, a többiek? Persze. Én azt tudom, igen, csak így. hogy Fifikát próbálom rávezetni, hogy akkor ez az Agents of S.H.I.E.L.D. Az Agent, az egyik. Agents of S.H.I.E.L.D., igen. A S.H.I.E.L.D. Igen. A S.H.I.E.L.D. A shield, a shield így, az egy. a sapkán van, a S.H.I.E.L.D. az <laughs> meg a bajs. Igen, igen, az is pedig elkezdődött az évad. Ó, és most a Blightspottal a blacklist tel vagyok rámaradva, tényleg csak a izét tudom nézni. White Zombie-t akartam mondani, de nem. Walking dead -et. Ez ilyen lesz még egy darab, hát én is le vagyok maradva mindennel. De ne térjünk el annyira a, 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 témától, mert volt itthon is fejlemény, ráadásul tegnap érdekes fejlemény, amit ki is vesézhetnénk akár. Bizony, bizony. Három percet van, Krisztián. Há... Hó, miért csak három perc? Azért, mert, mert lejár az időnk, meg, meg a ezt szokták mondani ott a házban de, is. De, hogy... de, ezt, de ezt még faszázzuk ki. Tehát, nem faszázzuk ki, mert most a, az én De én most mellé áll. Te hiszem, csak Állok. azt én fogom akkor vágni Csába, mert a mert nekem nincs időm holnap csinálni ezt. <coughs> Tehát jó, hogy elbeszélgettek, most ezt lerakjátok a gombot, én meg szopok vele. Na, mondjad Krisztián akkor. három Szó... perces felszólalásra megadom a szót a múltkori felszólalások alkalmával, amikor pont együttben voltunk, Charlie, ugye a, 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 szakértői pályában a parlamentben, ennek lett volna ma a a, a záró szavazása, és ezt tartalmazza többek között ez a módosítás. A milliliterenkénti 70 forintos jövedéki adónak a, a, a az egészen brutális elképzeléseit, ilyesmit. És olyan dolog történt, ami, amire eddig nem volt. Például ugye eddig mindig ilyen futószalagon átnyomták az egészet, és hadd szóljon. <coughs> és nem tudjuk, hogy Szávó István múltkori felszólalásának a hatására-e, vagy sem, meg az átad tanulmányok hatására-e, vagy sem, de bejelentették, hogy elhalasztják a szavazást, nem lesz szavazást, mert módosítani fognak még a, a, a dolgokon. És ilyen, ilyen még nem volt, hogy, hogy ezt nem szavazzák meg. Krisztián ezután rögtön leült a számítógéppel, és várta a leveleket, hogy tömegével jönnek majd hozzá, a képviselői igények a VIP jegyekre, hogy azért nem akarunk még szavazni, hogy felelős döntést hozunk, és először a filmet, a filmet szeretnénk filmet. megnézni, de azóta se jönnek a levelek. Nem, a levelek nem jönnek, és én tudom, nekem nagyon fölpiszkálta a fantáziámat ez, mert mert hát, ha így hogy az emmi kezéből egy kicsit kikerült a döntés, és már nem csak az emminek a hülyeségei befolyásolják a dolgokat, hanem ugye a miniszterelnökségi hivatal, meg itt már gazdasági szempontok vannak, stb. stb., nem pusztán a demagóg közegészségügyi butaság, hogy, hogy hát, ha itt vannak olyan emberek, akik tényleg hajlandóak olvasni, és, és nem csak nyelni a maszlagot hogy nyugtával dicsérjük a napot, természetesen, meg minden, de hogy azért egy megtöbbentő fordulat mindenképpen. Hát én nem lennék ilyen optimista, mint a Krisztián. Szerintem ez a, ez a eljön Csepregi, aztán mégse, ez is pont arra volt jó, hogy jó, egy kicsit lenyugtatjuk a hülye gyerekeket, hogy megy, aztán egyéb irányú elfoglaltságai miatt nem, mert ugye ez is kiderült a héten. Igen, igen. Pont mire vettük a bátorságot, hogy megszerőztessük, hogy a, a, a miniszter helyettes Csepregi Nándor elfogadta a díszvendég meghívásunkat. Kimegy a poszt, Azt jön az e-mail, hogy hát, bocs, srácok, mégsem. Úgyhogy. Erről egy klasszikus üt eszembe. Az egyik az az, hogy akkor higgyé politikusnak, mikor lólegel a sírján, a másik pedig az, hogy amit írtam nektek, hogy én igazából akkor hiszem el, hogy, hogy eljön, amikor már jön kifele a teremből. Ez a kedvenc. Kettő... már a igen. Filmet, igen. De egyébként ö, nézzük a pozitív oldalát. Ö, Száva István plusz egy jegyet kért. Mert hogy ö, jön, megjön még a kísérője, és még szeretne, hogyha még egy kísérő be tudna csatlakozni, ami természetesen. Igen, igen. igen. Hipertámogató. El eleget teszünk ennek a kérésnek. Azt nem tudom, hogy ö, 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 az MSZP s ö, Hölgyel fölvetted a kapcsolatot, vagy ő... Visz... Nem sikerült, ma megint rohangáltam, úgyhogy nem sikerült. Egy rohadt sms megírok neki, ha itt végeztünk, és akkor valami majd csak, majd csak lesz. Tudjátok, ez így megy a Krisztiánna, hogy így SMS-ezget ezekkel a képviselőkkel. Nem, és, hát még és a Népoliti a... Bizottságos Bigyó kapcsán adta meg a számát, hogy tudjunk kommunikálni, hogy most mikor kezdődik, bemehetünk, nem mehetünk, tehát ez azért nem úgy kell elképzelni, hogy milyen csevegő partnerek vagyunk. Aha. És, a, és az együttes ö, képviselő? Annak se? Ö, től, tőle se kaptam még visszajelzést, nem. Mondtam neked, írd le, hogy lehet, hogy ki fognak innen tiltani. És biztos itt lesz. <laughs> Ő szeret live-ozgatni. Úgy is ilyenekről. Amit még egyébként szerintem érdemes ö, megnézni, az az, hogy, hogy, hogy tavalyhoz képest a képviselői felszólalások a témában, de ezt már a múltkor is pedzögettem egy picit, hogy, hogy mennyire mennyivel cizelláltabbak lettek. Hát megszaporodtak, Tehát, meg, meg ki is lettek ö, okosítva szerintem. De hogy, hogy már, már, már a, a mostani, a Szávai István mostani felszólalása a, a már-már olyan ö, ö, feelinget keltett bennem, mint amikor a Lordokházában Angliában elkezdték sorolni a tényeket, hogy ez van, ez van, ez van, és nézzük már meg, hogy ez van, hogy, hogy basszus, de nem találok belekötni valót lassan. Igen. Hú, csúriba az újakat, hát ha történik valami. Nem? Én is ebbe bízok, de de charlie a, a, hangulata van bennem, mert... mert a azon a puskaport? Igen, 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 igen. Szóval nem, nem biztos, hogy miattunk, illetve az e-cigaretta miatt történt a, az egész, hanem vannak ott más törvénymódosítások, amik Miatt lehet, hogy, hogy így döntöttek, de ha már így döntöttek, akkor nem biztos, hogy nem fogják respektálni a, az egyéb irányú. Ugye nem csak a, a Szávai István, hanem más vonal is megköpködte ezt az egész törvényjavaslatot. Úgyhogy én remélem azért, hogy így, így összefogva annyi erő lesz, mindenkiben, aki érdekelt az e a magyarországi forgalmazásában, hogy hogy újra gondolják ezt az egészet. És ugye most nincs itthon az oroszlán, kint van a... cincokatnak az egerek. Cincokatnak az egerek, igen. Kint, kint, kint rendőröset játszik delhi -ben. Rendőröset játszik új delhi vagy Delhi-ben. Úgyhogy tehát bizakodó vagyok, csak nem, nem, akarom elbízni magam ez a, ez a helyes. Az mennyire királyság lenne már, hogy itt most a törvénymódosító kapcsán gyorsított eljárásban, ú, hát ez tényleg hülyeség, kidobjuk az egészet vissza az egész, és nem védék visszajönnek a delegációval, leszállnak a reptéren, és mindenki elcikizik az ártérben. Igen. úristen, mi történt itt? Mi, mi van itt? Hát ez tilos, 50 ezer! Mi, miről beszél? Leg teljesen legális, Ez az Ártalom csökkentő eszköz. Bolond maga? Miket beszél? <laughs> Jaj, de megnéznék egy ilyen jelenetet, édes Istenem. Reméljük, az még messze, messze van, Krisztián. Az még messze van. Reméljük, hogy egyszer sor fog rákerülni. Fiatalok vagyunk, nem dohányzunk, tehát az esélyeink... <laughs> óriásit nőttek arra, hogy meglássuk a végét ennek a történet, történet, történetnek. Na, Charlie, én Igen? azt mondom, hogyha ennyire katonásan kifejtetted a műsor bezárása iránti uh, szerelmedet, akkor... Nem, ez akkor... nem szerelem, csak akkor biztos nem láttad a naptáros posztomat a, az oldalon. De hogy... Na. Úgyhogy... Most Cica is egyre rosszabbul viselkedik itt a stúdió szobában. Na igen, ezt még akkor majd át kell beszélnünk, hogy Krisztiánnak mi lesz a következő upgrade a, a, süket szoba felé. A mikrofon álvány, a hermetikusan záródó macskamentes szoba, és a satöbbi, satöbbi, satöbbi. Jövő héten Totólyás pedig... Tojás tartók a falon. Igen. Jövő héten olyan témákat fogunk pedzegetni, mint a billion <laughs> milyen, milyen volt a Billion Lights? Milyen volt, igen. miért nem csinálunk több ilyen rendezvényt, miért vagyunk kiégve, meddig nem podcastelünk ezután. Remélem azért, hogy sikerül ott ilyen kis fasza, kis riport foszlányokat csinálni a, a, az érintettekkel. És... nem elképzelhetetlen egyébként, hogy jövő héten csütörtökre kéne időzíteni a felvételt, csak szólok, mert csütörtökön lesz fél kettőkor ugye az egyesületi tárgyalás, a per a törvényszéken. Jó. Hát akkor már arról be lehetne Akkor számolni. lehet, hogy azt hiszem, az majd pénteken fogjuk kirakni, úgyis Szabin leszek. Ö, az biztos, hogy ö, mindenki... Attól függ, ha nyerünk, már pedig nyerünk, akkor azonnal beszámolunk, ha nem, akkor elnyújtjuk jövő hétre. Igen. Ö, meg a, most a számot leírtam, hogy 134. Itt tartunk adásban most. Ö, mindjárt 150-nél vagyunk fiúk. Csak Ho -ho -ho. szólok. Csak szólok, Ho -ho -ho. és még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez körülbelül 4 hónap. Az február. Akkor még annyira nincs jó idő, és zártérben nem gőzlérkedünk. Úgyhogy marad a... Hát azt nem akarom kimondani, hogy a dóc de valahol kéne csinálni egy szabadtéri podcast találkozó. Dóz. Jó hely ha Jó hely Dóz, csak Dóz. viszonylag nehéz oda embereknek lejutni. Csádi, pontosan, pontosan olyan nehéz oda lejutni, mint nekem följutni Pestre. Igen, csak Ugye? ha megnézed a statisztikánkat, hogy hányan hallgatják a podcastet, és honnan hallgatják, akkor Dóczon egy ember hallgatja, vagy ha a feleséget hallgatja, akkor már kettő. Tehát ezért nehéz. Uh, annyit szúrnék a végére, hogy most ez a leges-legutolsó adás a premierig, akkor én egy pár szóban a lényeget elmondanám még egyszer, nyomatékosítva, ha nem gond. Hajrá. nem, adtam. Ki fog menni uh, most, nem most? Uh, ha most hallgatjátok, az csütörtökön van az, hogy most hallgatjátok. Nézzétek meg a postafiókjaitokat, és nem csak a sima mappát, hanem a mi annak a neve, ahova a kampányok mennek? Levél, a promóció... ja, nem promóció. promóciókat nézzétek meg, de a spambe is megnézhetitek, ha nem találjátok máshol. Szóval ki fogunk küldeni egy, egy végleges értesítést róla, amiben benne van tényleg minden, hova kell menni, hogy tudod gyorsítani kedves néző, kedves támogató folyamatokat, hogy állj be a sorba, melyik sorba, mi a fontos, mit nyomtassák ki, mit hozzál el, hogy ne készítsél kép és hanganyagot a moziteremben, és a többi, és a többi, kitől tud segítséget kérni, hogyha úgy adódik a helyzet. Szóval ezek lesznek a levélben, olvassátok át, és mindenki készítse elő a... Meghívóját telefonon vagy kinyomtatva teljesen mindegy, csak legyen kéznél, hogy ö, azzal is gyorsítsátok a beléptetést. Úgyhogy részemről ennyi lett volna, fiúk, és rohanok tovább. Jó. Akkor köszönjük szépen az eheti figyelmeteket is. A 134-nek mindjárt vége. További jó szórakozást, jó készülődgetést a premierre. Ott találkozunk, és ne haragudjatok, hogyha nem tudok mind a 460 emberrel kezet fogni. Sziasztok! Várunk benneteket, sziasztok! Viszlát szombaton, sziasztok.